akkor már több mint 5 éve, hogy itt hagytad az MTK-t. Miben változtál játékosként azóta, hogy eligazoltál tőlünk? Hát, ha vicces akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy kicsivel kevesebb lett a hajam, de én azt gondolom, hogy kicsivel érettebb lett a játékom, mint az a szeleburdi fiatal gyerek, aki annó 2001-ben felkerült az MTK-ba, ahhoz képest egy... Én azt gondolom, hogy mivel az idő is eltelt, én is egy kicsit komolyabb lettem, egy kicsit felelősségteljesebb mindenképpen a játékom. Ugye az MTK Budapest a bajnoki címet is nyertél, abból az évből mire emlékszel vissza a legszebben? Hát bajnoki címet, ugye több ezüstérem volt, bronzérem, meg a szuperkupa, ami szerintem ami egy komoly eredmény volt. Én nem csak arra az egy évre emlékszem vissza jó, hanem az Agárdi eltöltött évektől egészen addig, amíg el nem igazoltam, csak jó és csak barátaimra tudok visszaemlékezni, akikkel, hála Isten, vagy akivel, mondjuk a Kantor Józsira gondolok, akivel újra együtt tudunk játszani, szóval szép emlékeim vannak csak. Volt már lehetőséged az új edzővel beszélni, Feckó Tamással? Telefonon beszéltem már az edzővel, úgyhogy már abszolút jó embert ismertem benne. Ez a negyed órás telefonbeszélgetés, amit megengedett. Felkészült, jó edzőnek tartom, remélem, hogy ez majd eredményekbe is látszani fog. Kik lehetnek szerinted a legnagyobb riválisok az MB2-ben? Hát, én azt gondolom, hogy... Nyilván a másik kieső a Gyirmót, ahonnan érkeztem, ők minden évben ott voltak az első három helyezett valamelyikén. Minden évben ugye lehet hallani a Békés Csabáról, a Nyíregyházáról. Megmondom őszintén, hogy nem vagyok tisztában, hogy kiket igazol, próbálok csak a saját dolgainkkal foglalkozni, meg nyilván most az MTK-nak a dolgaival foglalkozni. Többiek, én azt gondolom, hogy talán még az Zalaegerszeg, aki beleszólhatna ebbe a feljutásba. Van esetleg személyes célkitűzésed a jövő évre? Hát a jövő évre annyi, hogy az utolsó három évben kétszer lettem MB2-es bajnok, akkor ezen akkor haladnék ezen az úton, hogy akkor 4-ből 3 lenne, és akkor azzal abszolút elégedett lenni.